Érkeznek a PVSK Veolia kosárlabdázói a Lauber Dezső sportcsarnokhoz. Hosszú út áll előttük, kedden a Debrecen otthonában lépnek pályára. Dragan Aleksić most számíthat először CJ Aiken játékára, hiszen az amerikai center felépült sérüléséből és visszakerült a csapatlistára. Azt várom a holnapi meccstől, hogy végre újra pályán lehessek, segíthessem a csapatot, hogy mindent megtegyek a győzelemért. Egyelőre nincs az a teher rajtam, hogy sok kosarat dobjak. Az a fontos, hogy a védekezésben és a lepattanó szerzésben a csapatom hasznos tagja legyek holnap Debrecenben. Csak nem 100%-os vagyok már. A lehető legtöbbet szeretném kihozni magamból. A Debrecen nagyon jó csapat, több magas emberrel, jó védőkkel, összeszokott gárda, kemény meccs lesz. Nagyon szeretem a csapatomat, nagyon jók vagyunk együtt, a pályán kívül is barátok vagyunk. Az új edzőnk a védekezésre helyezi a hangsúlyt, már mi is ráhangolódtunk, és ami a legfontosabb, hogy jó csapategységet alkotunk. A Deac PVSK Veolia mérkőzés február 11-én kedden 18 órakor lesz Debrecenben.